Na, drága Jankám, azért hívtalak ki, mert most már minden nap majdnem összetöröd magad. Látom, hogy nagyot harcolsz a pályán. Ez egyértelmű, hogy nagyon-nagyon akarsz, és ezt így magamon is tapasztaltam, hogy akkor jöttek nekem is ezek a sérülésveszélyes mozdulatok, amikor itt túlságosan akar az ember. És én csak azt látom, hogy a vége fele már egy picikét engedj ki, a testi épségedet tartsd szem előtt, és utána lejössz, és úgyis megcsinálod, simán megcsinálod az ügyességét. Neked ez nem feladat. Azt látom a mozgásán, hogy kicsit még görcsös, és ez annak tudható be, hogy hatalmas akarat van benne. Éppen emiatt kicsit magamra is ismertem, és próbáltam némi jó tanáccsal ellátni, hogy tudom, hogy nehéz versenyzőként visszafogni ezt a hatalmas akaratot, azonban nagyon fontos, mert ez kihat az ügyességi részre, és veszélyes is tud lenni a versenypályán, mert az a túlzott akarás egy hatalmas lendületet ad, és éppen emiatt nagyon sokszor borulunk ugye a pályán. Ettől szeretném megóvni Jankát, és felhívtam a figyelmét arra, hogy higgye el, hogy ő már jó. Hallottam, hogy így többször lenyilatkoztad, meg így mondogattad, hogy ez neked egy ilyen próba időszak, most így az eleje, és hogy majd belejössz. Közben pedig már az első nap megmutattad, hogy nagyon jó vagy, aztán a második nap is, ugye, 100%-ot na, hoztál. Na, hát ebben bele se gondoltam, igazad van. Lehoztál 100%-os topot mind a kettő nap. Tényleg, abszolút itt a helyed, és egy nagyon erős tagja a csapatnak, csak ezt most már te is hidd el, mert mi ezt látjuk és tudjuk. A reggeli beszélgetés Francival nagyon sokat segített, hiszen előhozott belőlem olyan érzelmeket, amit majd hasznosítani tudok a pályán, és eszméletlenül fel tud engem tölteni, hogy így támogat, és tényleg örülök neki, hogy ő így szívén hordja a csapatot. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.